Sziasztok, Kriszti vagyok, és ez itt a Liluland csatornája. Nemrég Lilu az egyik útjáról egy szuper érdekes dolgot hozott nekünk, egy olyan sminkes szivacsot, amivel egyszerre lehet alapozni is, és aztán pedig ugyanazt a sminket lemosni. Így néz ki maga a csomag, ebbe egy csomó ilyen kis szivacsocska van, azt írja, hogy 60 darab, de ezek mind újrahasznosíthatóak. Na hát ez így, ha kihúznám, ez így néz neki, az egészet ki lehetne húzni, de nekem ugye most csak egy ilyen pici darab kéne, és ha ennyivel meg lehet oldani egy tényleg egy utazáshoz, vagy egy fesztiválhoz a sminkelésnek a nagy részét, az azért elég szuper királyság lenne. Mint a legtöbb sminkelő szivacsot, ezt is egy kicsit vízbe kell áztatni, hogy kicsit így jól megtagadjon, és utána pedig kinyomni belőle, hogy ne legyen vizes, és akkor látszik így a különbség a kettő között, hogy az egyik így nagyobb lett, mint a másik. És akkor most ehhez hoztam az én kedvenc alapozómat, amiből egy picit teszek rá, és ezt ilyen ütögetéssel kell fölvinni. Úgyhogy nézem is, hogy mennyire. Igen, én jól kinyomtam belőle a vizet, ez nagyon fontos, mert hogyha nem csináljátok meg, akkor ilyen vizes alapozós lesz az arcotok. A szivacs állaga egyébként most ilyen finom, puha, lágy lett, jó kis hűvös, egyébként tök jó érzés az arcomra. Itt a nagyítós tükörbe látom, hogy ami nekem külön fontos, hogy nincs olyan sok alapozó a szivacson, mert nekem ez a halálom, amikor a kedvenc alapozómnak a fele után, az szépen kimosódik a lefolyóba, amikor kimosom a szivacsokat. Mondjuk az tök érdekes, hogy ugyanazzal a szivacssal, amivel most felkentem az alapozómat, le is fogom tudni szedni majd egyébként. Meglátjuk. Alapvetően én jobban szeretem a kezemmel csinálni az alapozást, pont amiatt, hogy ne szívjon fel a szivacs az ecset felesleges alapozót, de ezzel azt kell, hogy mondjam, hogy szinte alig maradt rajta valamennyi, az összes az arcomon végezte, úgyhogy ezzel tök elégedett vagyok idáig. Kicsit úgy gondolom, hogy azért csak az alapozót leszedni nem egy akkora nagy trúváj akármilyen szivacssal is, ezért én egy picit nehezítek a dolgon, és még a szememet is ki fogom festeni, hogy lássuk, azt is leszedi-e. Kész a sminkem, ki van festve a szemem, ki van szépen rúzsozva a szám, és most ugyanazzal a szivacssal, mint amivel a nagy részét megcsináltam a sminkemnek, azzal fogom lemosni. Annyi csak, hogy szépen jól kimostam, kifacsartam belőle a vizet, úgyhogy itt van megint a kis szivacsom, és ehhez kell a kedvenc sminklemosom, abból egy picit öntök rá. Először kezdem a könnyű részével. Jó, így első ránézésre szépen jön. Az a durva, hogy nem nagyon látszik a szivacson. Kezdem a szememmel. Tök jó érzés egyébként, nagyon finom ez a rongy, vagy ez a szivacs. Az a jó benne, hogy annyira finom puha az anyaga, hogy ellenben még akár egy vattakoronggal is nem, egyáltalán nem dörzsöli a szememet, és hiába nyomom rá jó erősen, akkor is egy nagyon finom puha érzése van. És azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörűen leszette a szememről. Ennél szerintem egy fokkal látványosabb lesz, hogyha a rúzsomat is leszedem, úgyhogy azt nézzétek, hoppá! Hát most nem azért, de ez tök szuper, ez nagyon jó. Jó. Viszont szerintem az elég fontos, hogy mikor az egyik szemedről leszeded a sminket, meg a szádról is, utána a másik szemed előtt ezt azért érdemes még egyszer így átmosni, hogy ne belekenjed azt, ami ezen rajta van, de azt leszámítva tök szuperül működik. Szépen kimostam, úgyhogy most mondhatni tiszta blenderrel indítok. Itt van még a másik szemem. A szivacssal mindenhol sikerült leszedni, ami tényleg tök poén, mert 3 perccel ezelőtt meg ugyanezzel sminkeltem ki magam, úgyhogy nekem a végeredmény marhára tetszik. Az az igazság, hogy én a sminklemosáshoz marha sok vattakorongot használok, úgyhogy ahhoz képest ez egy tök jó alternatíva, mert eléggé strapabírónak tűnik az anyag, tehát ezt ha jól kimosom alaposan, akkor többször is újra használhatom, ráadásul ebben a csomagban 60 is van belőle, ami marha sok vattakorongnyi. Egy bajom van csak, amiért 10-ből 9-et adok neki. Kicsit zavar, hogy műanyag csomagolásban van. Hogyha azt meg tudnák oldani, akkor még környezetbarátabb lenne, és azt mondanám, hogy hip-hip, hurrá, ilyet minden fürdőszobába. Ha tetszett ez a videó, és szeretnél még hasonlót látni, iratkozz fel csatornánkra. Szia!